Csomagot kaptam, life. Egy csomag. Csomagot kaptam, life. Két csomag. Az a helyzet, hogy hát a csatorna már olyan szinten világhírű, hogy volt egy-két hete ez a videó a csatornám, amiben mutattam, hogy zárlatos lett az egyik akkumulátor, amit ugye magaduramtól kaptam, ez abból a szériából van, a magaduramféle akkumulátorok közül, és hát az egyik aksi az zárlatos lett. És hát ezt látták a távoli Kínában is, hogy hát nekem zárlatos lett az aksim, úgyhogy Samfutól rám írtak, hogy hát kellene egy akkumulátor. És ha csinálok egy videót, akkor küldenek egy akkumulátort. Mondtam, nagyon kedvesek vagytok, de 24 voltos rendszerem van. Egy akkumulátorral nem sokra megyek, küldjetek kettőt. Hát küldtek kettőt. Mondták, hogy ezért két videót kéne csinálnom. Mondtam, semmi probléma, majd két részletbe adjuk le. Úgyis hosszú egy-egy videóm, úgyhogy nekem egy videóm az olyan hosszú, mint másnak négy. Tehát nem probléma, két részletbe fogjuk leadni ezt a bővítést, és megvan, mindenki boldog. Na nézzük, mi van ezekben a csomagokban, gyertek közelebb, aztán mesélek. Szóval a doboz felirata szerint lítium akkumulátor van benne, de hát nem akármilyen lítium akkumulátor van benne, mert hát sokféle lítium alapú akkumulátor van, ez a szerencsésebb változata, ugyanis hát rögtön, ha kibontjuk a dobozt, megmutatom, akkor egy user manuál fogad minket, és amint látszik, ez egy lítium vasfoszfát akkumulátor, úgyhogy hát ez gyakorlatilag a legbarátságosabbik akkumulátor a lítium alapú akkumulátorok közül, de mindjárt picikét beszélünk róla, vegyük még ki, mit találunk benne. Találunk benne magát egy akkumulátort, két ilyen kis gumisarú takarót, és két ilyen kis combos 100 amper feliratú réz sarút, szemes sarút. Hát nagyjából ennyi van a pakban. Itt is nagy betűkkel rajta van, hogy ez egy lítium vasfoszfát akkumulátor, de ami ugye érdekes, hogy ez 100 amper órás. És azt ígéri, hogy ugye ez valóban kiiszthető belőle. Hát Microsilvernek volt róla a videója, ő be is bizonyította, hogy valóban kiszedhető belőle ez. Tehát le tudja adni ezt a kapacitást, úgyhogy én ezzel senkit nem fárasztok. Mi egy picit más szempontból nézzük meg ezt az akkumulátort, illetve az a terv, hogy beillesztem az itthoni ólomsavas akkumulátorok mellé. Jó, hallottátok? Kevert lesz! Úgyhogy már írhatod is a kommentet, hogy fel fogom gyújtani a házat. Járjuk egy picit körbe ezt a lítium vasfoszfát témakört. Hasonlítsuk össze mondjuk a többi lítium alapú akkumulátorról, amikről ismerjük, lítium polimert mondjuk, vagy mondjuk, hogy áll ez a történet a hagyományos ólomsavas akkumulátorhoz képest. Hát ez minden szempontból egy ilyen arany középút. Kezdjük mondjuk a klasszikus lítium akkumulátorokhoz képest, amiket úgy ismerünk mondjuk a lítium polimer drónokból innen-onnan-onnan. Hát azután egy picikét kisebb az energiasűrűsége, egy picikét kevesebb töltési ciklust bír el, viszont őrült nagy előnye, hogy messze nem olyan veszélyes, agresszív, tehát sokkal nehezebb mondjuk egy ilyen akkumulátorból tüzet csinálni, tehát lényegesen biztonságosabb, mint mondjuk egy lítium polimer akkumulátor, bár egyébként volt arról is teszt a csatornám, és azért az se olyan könnyű felgyújtani. A drón akkumulátorokat vittem rövid zárlatba, meg ilyesmit csináltam velük, és hát felfúvódás, meg füst, meg ilyenek keletkeztek. Nem volt azért olyan egyszerű, könnyű kigyújtani, de tény, hogy azok azért viszonylag könnyen felgyújthatóak, relatíve, mondjuk egy ólomsavashoz képest. És akkor, ha az ólomsavashoz képest nézzük a dolgot, hát egy ólomsavas akkumulátort azért nem nagyon tudsz felgyújtani. Tehát ilyen szempontból az a legbiztonságosabb. Az ólomsavasnak azonban ott a hátránya, hogy azért működés közben hidrogéngáz fejlődik, és ha például mondjuk úgy megforr, mint múltkor
hogy az egyik kör zárlatos lett, és emiatt a másik kör, hát finoman szóval egy kicsikét túl lett töltve, és hát bugyborgott belőle a hidrogéngáz, akkor maga a hidrogéngáz, ha nincs onnan elszellőztetve, akkor az azért fel tud robbanni. Gondoljunk a Zeppelin tragédiájára. Tehát nem véletlen, hogy léghajóknál átálltak a hidrogénről a héliumra. Tehát, hogy mondjam, ilyen szempontból az ólomsavas tud robbanást okozni, de azért önmagában az ólomsavas nem egy felgyulladós akkumulátor. Tehát ahhoz képest a lítium-polimer akkumulátorok azért azok lángolnak szépen. Na most ő viszont nem, tehát ő egy jóval biztonságosabb akkumulátor, viszont jóval nagyobb az energiasűrűsége, mint egy ólomsavas akkumulátornak, úgyhogy majd ezt mindjárt meg is látjuk, hogy ez mekkora, meg mekkora súlyú 100 amperóra létére, és mondjuk egy ólomsavas 100 amperórás aksit mindjárt fölteszünk. Tehát az ólomsavashoz képest pedig az az előny, hogy annál azért jóval sűrűbb, tehát jóval több energiát képes tárolni, és hát sokkal több ciklust kibír. Tehát egy ólomsavas akkumulátor hát egy pár száz ciklust kibír. Én ugye szándékosan nem merítem le olyan nagyon az én ólomsavas aksiaimat, hogy még többet kibírjanak, de hát ha ránéztek ennek a ciklus számára, 5000 ciklus, tehát na. És hát akkor el is érkeztünk az utolsó összehasonlítási ponthoz. Hát ez jóval drágább, mint egy ólomsavas. Ez tagadhatatlan tény, tehát a legolcsóbb akkumulátor egy ólomsavas. Ha indulási befektetést nézünk, akkor annál nem lehet olcsóbban elindulni. Viszont, ha azt nézzük, hogy hosszú távon mi jön ki olcsóbbra, akkor ez jön ki, hiszen abból mondjuk egy 500 ciklust kihozol, és ebből meg 5000-et, akkor azért nincs 10-szeres árkülönbség a kettő között. Most egy átlagos 100 amperórás ólomsavas aksit kihozol egy 40-esből, ennek meg ilyen 90-valahány ezer forint az ára, visszajön. És ugye ebből kiszedheted a teljes töltést, bár azt írják, hogy ilyen 96%, 98%-on illik maximum kiszedni belőle mindent, nem 100-ra meríteni, és akkor lesz hosszú az élettartalma. Van viszont még egy dolog, amit azért meg kéne mutatnom, ezt pedig föllapozzuk a user manuált, és hát ez én esetemben egy picikét problémás, ezeken a nyelveken érhető el. Az én esetemben ugyanis az a probléma, hogy hát viszont például a lítium polimerhez képest az egyik hátrány a lítium vasfoszfátnak, hogy a töltés az 0 fok alatt igencsak nem ajánlott. Tehát tölteni 0 és 45 fok között lehet. Meríteni érdekes módon mínusz 20 és plusz 60 között lehet. Tárolni is 0 és 40 fok között tanácsos, de mondjuk a legjobb tárolási hőmérséklet a 15 és 25 között. Magyarul ezek az akkumulátorok 0 fok alatt nem tölthetőek. Nálam ott kint a fészerben ez kellemetlen, mert hát akkor vagy meg kéne próbálni őket szigetelni télire, értelemszerűen azért nem hungarocellel, hanem kőzetgyapottal, vagy fűteni rájuk, vagy ilyesmi, szóval, hogy akinek mondjuk fedett zárt helyen van, annak ez egy hatalmas előny. Viszont nézzük meg még egy-két adatot. Ugye 12,8 volt ennek ugye a nominális feszültsége, viszont a charging voltage az 14,6. Na most én ugye 28,8-ra töltöm az pakkomat, tehát az 14,4. Magyarul, ha ezt az adatot megnézzük, csont nélkül be lehet tenni az ólomsavasok mellé. A másik nagy előnye, hogy egyébként ezeket az akkumulátorokat jóval nagyobb árommal lehet tölteni, például mint az ólomsavasokat. Ez most nálam nem gond, mert rengeteg akkumulátor van bent, tehát nem tudom azokat se túltölteni, de tulajdonképpen, ha most ezt behaintanám, csak ezt meg a párját, nyugodtan mehetne rá így, ahogy van a két töltésvezérlőm, mert hát az nagyságrendileg ilyen 33 amperrel tud maximum tölteni, ha napelemeket nézzük. Hogyha rászámolok némi töbletet, adott esetben valami nem túl fagyos, de hűvös téli napsütéses napon, hogy többet tudok belőle kiszedni, mint a névleges, akkor is mondjuk egy 35-36 ampernyi áramról beszélünk, és hát ha megnézitek, tulajdonképpen ezt itt valahol láttam, de lehet, hogy ez a weboldalon volt fönt, ilyen 50 amperrel is lehet akár tölteni. Úgyhogy
Hát itt százakat írnak, de azért ez egy picikét merész. Én azt gondolom. Itt van írva, recommended az 20 amper charging, de volt a maximál, az a weboldalon volt fönt, a maximál charging az 50 amper. Tehát tulajdonképpen hát tölthető, mint az állat. Na, nem cél, természetesen, de hogy tulajdonképpen jóval nagyobb áramokkal tölthető, mint az ólomsavas. És ha most nem fog összerodni az asztal, akkor meg tudom mutatni a két akkumulátor közötti különbséget. Hát először is így méretben. Ez egy 112 volt 100 amperórás ólomsavas, ez ugye egy 12 volt 100 amperórás lítium-vasfoszfát akkumulátor, és készültem, kérem szépen, hoztam ugyanis magammal egy szobamérleget, és ez egy nagyon fontos különbség lesz a kettő között. Azt a picsa, de nehéz! Hát ez az akkumulátor, ez 22,5 kg. Még ha itt nektek szalad is a kijelzőn, de szerintem azért látni fogjátok, hogy ez 22,5 kg. És már megy egy ideje, tehát lehetséges, hogy párolgott belőle már némi víz, úgyhogy ez annál akár több is. Levesszük innen. Ehhez képest könnyű szerrel föl lehet tenni ezt. És ez az akkumulátor 10,8 kg. Tehát mondhatjuk, hogy fele akkora súlya van ennek az aksinak. Hát látható, ez itt tulajdonképpen erre is van kiképezve, hogy fogod és viszed akár, és ez tényleg könnyebben vihető. Ez azért egy 10 kilót, azt fölkapsz, az nem egy akkora történet, mint a 22 kilós aksik, hiszen ezt nem csak napelemes rendszerben tudod használni, vagy ilyen hordozhatóban is teheted, motorcsónakban, ide-oda, kinek milyen van. Ez is egy előnye ennek, hogy hát hogy is mondjam, könnyebben mozgatható. Nálunk ez most nem szempont. Viszont be fog kerülni az ólomsavasok mellé, és hát vagy fogok neki építeni egy szigetelt dobozkát, vagy pedig télire le fogom szedni, ha nagyon hideg van télen, tehát mert mostanában a telek is plusztossak. De hogyha így kezdi a nullát megközelíteni, akkor leszedem, és hát akkor télen csak az ólomsavasok lesznek, és akkor hát ez a tavasztól őszig lesz tagja az ólomsavas paknak. De egyszerűen mellé fogom behajintani a meglévő ólomsavas akkumulátorok mellé. Igen, amit majdnem elfelejtettem, ugye ide is van írva, hogy Battery Management System, azaz BMS-t is tartalmaz, tehát az ilyen cellák közötti kiegyenlítés, meg az egész töltésvezérlés kérdése ebben a történetben megvan oldva, úgyhogy nem tudod olyan könnyedén hazavágni az akkumulátort. Egyszerűen csak fogod, bedugod és működik, és ugye itt nem fejlődik semmilyen gáz sem, mint az ólomsavasnál. Gyakorlatilag gondozásmentes, azon kívül, hogy mondjuk tényleg ez a ne hagyd megfagyni kategória, azon kívül ez a tedd be és felejtsd el, tehát ez a fire and forget kategória, úgyhogy ezzel kevesebb gond van ilyen szempont, mint az ólomsavas. Hát a beszerzés az húzósabb tétel, az tény, tehát ez egy egyszerű nagyobb beruházás. Na, akkor vonuljunk a fészerbe és röffentsük be.